Gesztenyét szeretnél. Igen, gesztenyét, igen. A szelíd gesztenye szezonja október közepén, végén kezdődik, így a napokban már találkozhatunk a boltok polcain a finom terméssel. Ebben a szolnoki boltban is nagy az érdeklődés a gesztenye iránt, és úgy néz ki, hogy az emberek az igencsak borsos ára ellenére is gyakran veszik és szívesen fogyasztják. Nálunk a szelíd gesztenye van, ez egy olasz gesztenye, ez egy prémium, az árán is megmutatkozik. Mi 5000 forintig kínáljuk a vásárlóknak. Nagyon kedvelt ilyenkor, egész télen, főleg sütve szeretik, de ez a gesztenye, ez nagyon alkalmas pürének, hát nyilván sütve legfinomabb. Mi így áruljuk, illetve van, hogy néha-néha megsütjük, de ez csak ilyen kínálásképpen. Nagyon keresett ebben az időszakban, ez egy nagyon jó minőségű gesztenye, ez teljes házában a termés megtalálható, tehát ez tapintásra is érezhető, hogy teli van a ház. A gesztenye amellett, hogy finom és ízletes, nagyon egészséges is, hiszen minden megtalálható benne, amire szüksége lehet a szervezetünknek. Például a vitaminok, az ásványi anyagok és a nyomelemek is. Készülhet belőle méz, sütemény, de levest és különféle húsokat is ízesítenek vele, sőt pálinka alapanyag is lehet. Én úgy veszem észre, hogy aki gesztenyét szeretne, sült gesztenyét szeretne készíteni otthon, az nem az árát nézi meg, megnézi azt, hogy megfogdossa, jó minőségű, látja, hogy egy gyönyörű gesztenyéről van szó, inkább kevesebbet vásárol belőle, de visz belőle. Ott jártunk, kor egy anyuka is éppen gesztenyét vásárolt. Tisztában vagyok, hogy különböző országokból érkeznek gesztenyék, a legjobb minőség Olaszországból. Én ezt szeretem a legjobban, holott ez a legdrágább, de ha veszek, akkor inkább a legjobb minőségből próbálok. Nagyon szereti a fiam ez a magyarázata, és én is szeretem, egyszerűen megsütjük, és másra nem szoktam felhasználni. Hazánkban idén átlag alatti mennyiségű a termés, talán ez az oka a magas áraknak. Van, ahol 6500 forint kilója gesztenyének. Sok helyen, mint ebben a szolnoki boltban, még csak olasz gesztenyét lehet kapni. Nem sokára azonban már a magyar termés is kapható lesz.